Évente csak nem 60 ezer tanuló jár majd jól azzal, hogy az állam 2018. július 1-től 25 ezer forintig visszatéríti a 20 évesnél fiatalabbaknak a kereszt tanfolyam és vizsgadíját. Egy jogosítvány megszerzése 150-200 ezer forintba kerül, tehát a teljes költség körülbelül 15%-át jelenti ez a támogatás. A megtérítés sok fiatalnak komoly segítséget jelenthet, mivel ők még gyakran nem rendelkeznek saját bevétellel. Évente átlagosan 30 ezer 20 évesnél fiatalabb kísérelmek kereszt vizsgát tenni. A B-kategóriás jogosítványhoz szükséges kereszt tanfolyam díja általában 15 ezer és 25 ezer forint között van, a vizsgadíja pedig 4600 forint. Így a visszatérítés fedezheti ezeket a költségeket. Az utólagos visszatérítést elektronikusan is lehet majd igényelni, az ezzel kapcsolatos teendőket a Magyar Államkincstár intézi majd, további információkat pedig az Új Nemzedék Központ közösségi tereiben lehet kérni. Már elérhető az a dokumentum, amely ahhoz kell, hogy visszaigényelhessék a kereszt tanfolyam és a vizsgadíját.